Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket! Ismét labdarúgó mérkőzés a Promontor utcában a bravúrosan szereplő második helyen álló Budafok az ötödik Siófokat fogadja. 35 pontos a Budafok, 29 a Siófok. Amennyien Budafok győz, hiszen az eltől a MTK is győzött, megerősíti pozícióját és elléphet a többiektől. A Siófok egy győzelemmel, hogy egy döntetlen is megkezdheti a felzárkózást. Piros-feketében a rosszul elég, fehérben a Siófok, az összeállításuk 12-esen, Molnár Péter a kapuban. Hátul 13-as a Csillus Tamás az egykői Fradi nevelés, 23-as Kis Balázs, 42-es Lorenc Márton, 55-ös Bora György. Középen Bence Márk, Tajti Tamás és a csapatkapitány Horváth Attila, és erős támadósor Horváth Péter, Szakály Dénes és Réti Patrik. Horváth, Szakály, a másik Horváth, Tajti, Csillus megfordultak az NB1-be, és természetesen NB1-es játékosok voltak, akár csak a kispadon, hiszen 1-es Tajti Norbert, 7-esen Magasföldi, 10-es Elek, 14-es Nikó Julián György, 25-es Jagodics, 29-es Balogh és 65-esen Zamosnyi Balázs, tehát rutinos NB1-es játékosok, Kál István, Robert csapatában. Jobban ismét a Budafokon, az utóbbi időben remek formában rendült Posár Dániel a kapus, 3-as a Margéti Csandol, 19-es Romics Daniel, 17-es Vasicskó Gergő, 21-es Kírják Henrik, középen 5-ös Olá Bálint, 24-es Zsolt és István Zoltán, és természetesen elől 10-es Kovács Dávid, 18-as Horváth Roland, és 5-ös Szabó Máté, Kulcsár Kornél pedig egy összekötő szerep a középpálya és a csatára között a fazonszavász. Nem állhat rendelkezésre, többek között sérülés miatt Érik Farkas sebessére, nincs itt Vankó, nincs itt Róner Péter sem. A kispadon fiatal játékosok, Fekete Máté 8-assal, 11-esen Micsinai Miklós, 13-assal a nagy küzdő Ráte Veszelino Vladimir, 15-ösen sérüléséből felépülő Vas Máté, 22-esen Kisz Konné és 26-ösen a saját nevelésű Tini Farkas Bálint Csizmadia Csaba. Kispadján a Vasas ellen bravúrosan idegenben nagyszerűen győzött a Budafok 2-0, míg a Siófok nemi meglepetése 3-1-re kikapott a Békés Csabán. Most egy kis történetelemzés, hiszen mindig a vendégcsapat történetét elmondom önöknek, miközben megdörrent a siófoki kórus, elkísérték, hogy 30-40-en a siófokat is, de legalább ennyien itt vannak a budafokiak is. Tehát 1221-ben siófoki esenében alakultak, megyei bajnokság és NB3 között vitézkedtek, majd, miközben az első támadást nézzük, amelyet hárít a budafoki védelem, 1956-os siófoki bányász néven, piros-fekete mezben, hogy miért bányász, ezt azért én sem tudom. 1982-ig NB3, NB2, NB3, akkor 82-ben az NB2-ben második helyen végeztek, majd 1982-ben a Magyar Kupában győztek is a Győr ellen 2-1-re, és a Kegben a Larissa görög csapata estek ki 1-1-0-2-re. 1980-ben NB1, két negyedik helyezés is értek el, akkor egyébként Eduard Geyer volt a 90-es évek nagy edzője, a 90-es évek a pénzügyi injekciók következtek, német befektető, de ez csak 94-ig tartott, akkor kiestek. 1996-ban visszaérkeztek, és zöldság a kék mezben vitézkedtek tovább. 2001-ben újra kiestek, majd 2011-ben visszajutottak, 2012-ben az NB egybe, a kiesés után és a kiesés óta azonban az NB2-ben vitézkednek. Tornyi Barna, Csank János, Détári Lajos, Sós Imre és a most is fungal edző Gál Zoltán üldögél többek között a kispadon, pontosabban Gál István Robert. Még egy-két híres játékosok is volt, hiszen Honma Kazuo japán válogatott, Isaac Henry a nigériai, Adrian Zare román válogatott volt, Stephen Mentzen pedig a német Bundesligából érkezett, aztán Boda Mihály, Bíró Imre, Fischer Pál, Marozsán János, Tíber László, Sitku Illés, Ander György, Gregor József, megszámlálhatatlan jó NB1-es játékos erősítette a Siófokot. És ezt elmondhattam, mert a második percig mezőnyjáték történt, nem láthattak igazán komoly érdemes eseményt a nézők. Azt most igen, hogy Romics kíséri a labdát, és aztán kiteszi oldalra. A Siófokért pedig bedobhatják majd azt. Kérdés persze, a legutóbbi hazai mérkőzésen Magasföldi szabadrúgás góljával vezetett a Siófok, de Kovács Dávid vezéletével és góljével fordított a Budafok. Még egyszer mondom, a Budafok tehát a második, 11 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, 35 pont.
Ötödik a Siófok, 8 győzelem, öntötleten 4 vereség, 29 pont. Otthon a Siófok, 6 győzelem, 3 vereség, 3 döntetlen. Tehát veretlenek otthon, otthon erősek, idegenben kevésbé vitézkednek már. Ezzel együtt egy rendkívül veszélyes csapat rutinos játékosokkal tele. Egyelőre a siófoki szurkolók hangja hangosabb, de hát ezt a budafokiak majd valószínűleg meg fogják kontrázni. Most azonban azt látjuk, hogy a siófokiak támadnak, és 11-essel Bence Márk próbálkozott. Réti Patrik. Egy kiemelés, ez eléggé hosszúnak tűnik, főleg úgy, hogy ottan kiírják Henrik, és kirúgás is. Ez ugyanis nem volt szöglet, hiszen siófoki lábról vándorolt ki, de egyelőre mind a két mester a technikai zóna elején áll. Nézzük, a siófoki közönség mindenki siófoki biztatása hallatszik, hát nem lenne üdvös, azt hiszem hazánk számára, ha mindenki siófoki lenne. És nézzük akkor most Boser Dániel kirúgását. Egy jó csúsztatás után nem sikerült kivont a közel Budapoknak. Aztán Vasics kulép oda rendkívül keményen. Vasicska azt mondja, kérem, én a labdára mentem, hát eltalálta a lábát is. Horváth Péternek ez azonban nem hagyja meg a játékvezetőt. Görög Mário a játékvezető, Kovács Gettő Gábor és Horváth Zoltán segítik a munkáját. Rendkívül hideg van, alig 4 fok. Ennyi szellő engedez. De hát képzeljék el, ha most este 5-kor, vagy 6-kor, vagy 7-kor kezdődött volna, vagy akkor milyen hűvös lenne, hiszen nemrég még 10 fokok voltak. És egy nagyon ügyes megoldás Szabó Mátétól, kiengedte a labdát, kirúgással jött Pósár. Nagyon érdekes dolog ez, hiszen mondom, ez a két csapat nagy csatákat ív. Általában szorosak a meccsek itt is és Siófokon is, döntetlenek egy gólos győzelmek. És most azon mondja, hogy a Budafokot ugye sérülések miatt ismét kicsit fel kellett forgatni a Csizmadi a Csavának. Ez érdekes lehet, viszont Csizmadi a Csaba is mondta és többször nyilatkoztak, hogy szinte minden posztra 2 vagy 3 játékosa is van, igen, nem szabad ezt megérezni a Budafoknak. Na nézzük, Vasicsku Gergő rutin nyaranyat élet hátra és bólintja a labdát Pósárnak. A Vasas ellen gyakorlatilag a Vasasnak szinte momentum nem volt a Fáj utcában. Maga biztosan nyert 2-0-ra a Budafok, de általában ebből a bajnokságban remekül szerepel a Budafok, de idegenben még remekebbül, mint otthon, nyugodtan mondhatjuk ezt is. Egyőre pontatlan játszik a Budafok, könnyedén állítják meg ezeket az indításokat a siófokok. Bár most Kulcsár labdát szerez, és Kulcsárt utána el is löki Réti Patrik, úgyhogy szabadrugásra jöhetnek majd a rosszon Erik. Kulcsár technikája, rugó technikája, Kovács gólérzékenysége, szabad gyorsasága sokat számíthat, egy jó kiugratásnak tűnt ez a labda. A 6. percben de kilépett kapujából Molnár Péter, és hatástalanította ezt a támadást. Nagyon könnyedén állítottam meg a Budafok ezt a próbálkozást, és bedobás lesz Margiti Csandor. Kovácsot arrébb tették, és ez pont elég volt, hogy siófoki lábakra vándoroljon a labda. Kovács beleér, és ezzel megzavarja a siófokiakat. Tovább tette Talti Mátyás, egészen hátra, olyannyira hátra, hogy leghátrább Molnár Péter kapusnak ez a labda. 18-asan viszont ott van és zavar Horváth Roland, ő is hosszabb sérülésből tért vissza. Rossz labdakezelés után siófoki indítás, de hát Romis Daniel mellett. Nem könnyű labdába érni, nem is próbálkozott tovább a siófoki fiú, viszont kiírják, és Olá Bálint révén lendülhet előre a Budafok Olá Bálint. Szabó Máté már elindult, Olá kicsit későn adta ezt a labdát. Szép háromszögelése jönne a siófok, egészen idáig. Itt szabadrugás, hiszen a keresztezni igyekvő Romis Daniel nemes egyszerűséggel föllökte, jól láttam, akkor Horváth Péter, és most megdőlent a budafoki kor.
tiszteletem megkérjük a vendégcsapat szurkolóit, hogy a csapatok a sportszerűen mozdítsák. Köszönöm. Igen, hát a Siófoki szurkolók eddig végig csak gyalázkodtak az első 7 percben. Ehhez képest nagyon sportszerűen szurkolnak a budafokiak. Margitics, a szokásos megindulás. Kovács Dávid Lesz emeli a partjelző a zászlót. Nem ülök vonalba, de innen úgy tűnt, hogy talán egy vonal volt, de Kovács Dávid nem reklamál. Szabadrúgás, amelyet nem gyorsan végezel a vendégcsapat, és akkor még finoman fogalmaztam. Nagyon-nagyon hosszú indítás. Vasicskó ki fog engedni ezt a labdát, így is van. Nagyon ügyesen csinálta Vasicskó Gergő. Mindig reklamálnak a siófokiak, hogy talán hozzáért egy budafoki rába labdához, de nem ért hozzá, higgyék el. Póser. Kulcsár leveheti, oda tartottak a lábára, de tovább tudja tenni. Szabó Máté el is indulhat akár. Nincs könnyű dolga, inkább kiengedte a labdát, hiszen nagyon a vonal mellett állt. Jöhet egy nagy bedobás, vagy csak egy sima oda-olá Bálintnak. Ezt utóbbit választották. Most olá labdával, most már Romics. Majd Vasicskó. Margitics. Körbejáratták a labdát, egy elcsúszó ember, és így nem volt jó a visszatett labda. Margitics azonban kivegszi magának, de csak szabadrugás árán. Mármint, hogy szabálytalankodott, ezt mutatja az asszisztens, így hát szabadrugás a Siófoknak. Molnár kapus őt, támadják, Horváth Rolandot zavar. Megint egy hosszú Siófok indítás, enyhén szóval ez gyanúsnak tűnt, de Póser ott van, és a labda az övé. Csak tűnt ez gyanúsnak, hiszen az asszisztens nem emelte az ászlót. Póser azt mondja, menjetek előre, majd én előre vágom, és ezt meg is tette. Itt egy leáldás, ez nagyon érdekes volt, mert valóban indult volna Horváth Roland, de meg se tudott mozdulni, mert már a nyakánál fogva lerántották. Vasicskó. Romics lesimítja oda Olá Bálinnak. És Olá megindul, hát egy kis folyosó nyílt előtte. Ez az indítás jó. A középreadás is. Kovács elő kifejelik. Ott egy játékos, akit fellöktek, és a játékvezető ítélet. Kifelé szabad rugás. Hát ez érdekes, a 11. percben. Ez érdekes volt a 11. percben, mert hát inkább úgy tűnt, hogy a budafoki fiút lökték el. Műesésről szó nem lehetett, hiszen meg akarta játszani a labdát, és mégis a lézer tekintetű Görög Mário kifelé tért szabad rugást. Kulcsár. Fuhú, mekkora kiftit rugott a siófoki fiú, olyannyira, hogy némi szerencsével tudta csak megszerezni a labdát, viszont megszerezte kis Balázs. Tovább tette vissza Bence Márk, ez már csínbe ment. A fejes nagyon jó volt, Margitics Kovács. Tisztáznak előle, bedobásra jöhet a Budafok, bedobásra jöhet Margitics Andor. Kulcsár, hármas őrizetbe, bum, eltűnik. Előn szabály, Horváth Roland, Szabó Máté még elérheti, gyönyörűen Olának pörgeti, Olá kilép, Olá hosszan tette maga elé. Nem volt rossz elképzelés ez bizony, remek pörgetések után, főleg Szabó Máté volt bravúros, azonban Olá annyira nem gyors játékos, nem tudta megkerülni az ellenfelét, viszont ki akart lépni, na nézzük. Jön az ívelés középre, ott a fejes, ott lehetett volna Kulcsár helyzete, bizony a 12. percben. Kulcsár fejese, amely
nem irányult igazán kapu felé, és ezért nem volt annyira veszélyes sem. De minden esetre most a kezdeti siófoki próbálkozások után, amelyek helyzetet nem eredményeztek, inkább a Budafok akarata érvényesül. Egy hosszú indítás, a kapus kilép, neonzöld, sötét zöld mezben, Molnár Péter kanári sárgában, Pósel Dániel, Szinka Valkád, az van. A kapusoknál nézzük az indítást. Tajti Tamás. Ha lehet mondani a kis szellőről, bár azért itt érezzük szabad téren, hogy nem olyan pici, szóval ez a szellő most inkább a Siófokot támogatja. Egy formás siófoki akció eddig. Csak hogy Vasicskú jókor volt, jó helyen. Hát egy lerántás. A Tornát Rolandnak nincs szerencséje, kétszer akart lefordulni ellenfeléről, de a fordulásig nem jutott, mert azonnal lerántottak válnál vagy nyaknál fogva. Tartanak tőle is, meg Kovács Dávidtól persze. Úgyhogy nézzük Vasicskú. Olá! Romics. Elég jól alakul a támadás. Az ívelés lehetett volna egy kicsit kevésbé mély, de az oda mellett labdát épp hogy csak elérte a kapus. Kovács Dávid elől tisztáztak tehát. Hosszan előrevágott labda, ami Vasicskú fején landolhat. Vasicskú tovább tolta, ott ketten, hárman érkeznek a budafokiak, és Pósel kapus fel is szedi azt. Vasicskú. Kovács Dávid. Kovács Dávidot nem engedik tovább jutni, mert egyszerűen nemes egyszerűsége Kis Balázs arrébb tette a Budafok kapitányát. Ha nem mondta volna a Budafok kapitánya, persze Kovács Dávid az ellenfélnél, pedig a 80 számú Horváth Attila. Tehát mondom, Horváth Attila, Horváth Péter, Szakály Dénes, vagy akár Magasföld, a Kicsfolda, Nyagodics, Vallog, Zamosnyi, mind-mind sok NB1-es mérkőzéssel rendelkeznek, tehát nem lehet rutintalan gárdának mondani a Siófokot. Nézzük Olá Bálintot. A labda szerintem a Budafoké, így is van, ezt mutatja az asszisztensi. Soltész. Vasicskú. Jagodics. Te Jagodics, miket mondok? Margitics. Jagodicsot csak beszéltem, a Kicspadon ül a Siófokiaknál. Olá Bálint, ott mindig szabad a terület, úgyhogy nyugodtan indított Olá. De most inkább Romicsot futtatja meg, aki Pósel kapust választja. Ő egyből vágja előre. Némi flipperezés után Siófoki lábakon vándorol a játékszer, mikor az Szakály Dénes. Nem volt igazán jó a labdája, de ez viszont remek szerelés volt. És aztán egy nagyon durva szabálytalanság. Nem az első ilyen kemény belépőjük a siófokiaknak. Kírják Hendrik a szenvedő fél. Nem volt kis rúgás, amit a lábára kapott. Soltész vissza, Romics. Kovácsot hozta volna a játékba, de könnyedén szereltek a siófokiak. Sőt, visszafelé. És a kapushoz. Horváth van zavar. Kockázatos megoldás, és mégis sikerült a siófokiaknak.
ez viszont a bravúr kategória volt, hogy egyáltalán ki tudták hozni ezt a labdát. Egy indítás, ez nem rossz, Horváth Péter. Eldövi, lepattan szöglet, az első siófokú szöglet. Az első szöglet, egy kazás siófoki szöglet. 18. percben. Nagy készülődés után jól ívelődik a labdapócsa, azonban felnyúl, és könnyedén az övé a játékszer. De aztán kírják, könnyedén és szépen szerelt. Vissza is kapja, kírják, lögdösik szépen, ott a lehetőség, les, de itt már szabadrúgás, így van. Les volt, ugyan Horváth Rolandnál, de előtte szabálytalankodtak már kírjákkal szemben. Onnan kulcsárbe fogja tekerni középre ezt a labdát. A Vasas ellen volt egy parádés szabadrúgás, ezt Kovács Dávid a kapuba tekerte, igaz, nem oldalról. Mehet. Játékvezető azt mondja, mehet, aztán nem mehet. Mert még figyelmeztetni kell ott a högdösődő, siófoki és budafoki játékosokat. Most ívelik Kulcsár, ott a lehetőség, és Maszlicsko nem éri el! Az eddig legnagyobb helyzet a 20. percben. Hoho, nagy budafoki helyzet, tapsot csal ki a közönségből. Ez bizony nagy lehetőség volt. Ha Vaszécskó cipője egy kicsit hosszabb, akkor lehet, hogy már vezet is a Budafok. Kovács Dávid. Középre fejelte. Többen érkeznek, Soltész. Kovács Dávid. Szépen tartotta meg három ember között, de aztán negyedik leszerelt. Na nézzük ezt a támadást, amely lesz. Ez egyértelmű volt. Horváth Péter lesen kapta, hiába fordult vissza. Indul Szabó Máté, nem kapott labdát, kétszer sem kírják tovább, viszont dobhat a Budafok. Szépen fordult le. Soltész, Vaszicskó, Öpretel, Margitics, Kovács. Most nyesélt a túloldalra, és egy szép fejel. Nagyon szépen Csillus Tamás hazafejelte a labdát, hiszen Szabó Máté érkezett mögötte. Eddig szépen fejlődik a siófoki támadás, most azonban Vaszicskó lába ott van, és bedobás.
közepes bedobás, de ennek ellenére tisztázni kellett a budafoki védelmet, meg egy lövés, és egy szabad rúgás bizony, méghozzá sárgalapos figyelmeztetéssel. Na nézzük, kit hívod a játékvezető. Vaszicska kap sárgalapot, és nagyon jó pozícióból szabad rúgást a Siófok. A legutóbbi szezonban innen magas földi lőtte a kapuba a labdát. Hát most kérdés, hogy milyen lesz a szabadrúgás a 23. és már 24. percben. Méterre körülbelül a kaputól, igen jó pozícióból. Tajti Tamás állott, de többen is elvállalhatják. Lehet ebből trükkös legorításos variáció is. Lorenz elsétál onnan. A játékvezető még nem adott engedélyt. Még egy igazítás. És be a sorfába. Nagyobb a füstje, mint a lángja, ezt szokták mondani, hát ez tényleg ilyen volt. Réti Pati próbálkozik egy beíveléssel, de jön a kapus és a labda az övé. Nagyon könnyedén fogta meg ez bizony. Pósár túl a fél idő felé, 0-0. Több budafoki lehetőség, de most egy veszélyes szabadrúgás, amelynek végén azonban nem zörrent a háló, és nem kellett védenie sem Pósár Dánielnek. Jó fejes, Kulcsár felé, de Kulcsárt megelőzték. Vaszicskó előszabály, és aztán egy tisztázást kírják. Dobhat a Siófok. Durva szabálytalanság, Soltész a szeme megtorlatlan, viszont megindul Szabó Máté. Őt is elborítják, ezt már kivelíti a szabálytalanság fogalmát a bírónál is, úgyhogy szabadrúgás a Budafoknak. Margitics nem éri el. Kicsit előrébb csalják a távolságot Kis Balázs és társai, de a labda visszakerült a kaposváriak helyett, a Siófokja kozolni, most Kulcsár indulhat meg. Szép emelés után Réti. Kulcsár oda nyúl, és Kovács Dávid még elérhetné ezt a labdát. Nem éri el, bedobás a Siófoknak. Kulcsár szépen vette le, jól fordul, felrúgják. Kulcsárnak nincs szerencséje, mert szinte mindig szabálytalanság árán tudják csak megállítani. Kulcsár. Jól tekeri, olá,
veszélytelen fejes. Ívelte Oládát, ez csemege volt Molnár Péternek. Átadogatnak a siófokiak. Bora György mondta, hogy most menjünk előbbre. Jön is a labda előre, de ott felzárkózott a budafoki védelem. Kis Balázs, szóló! És szabadrúgást ítél a játékvezető. Kivárt és szabadrúgás a 28. percben is. Két veszélyes helyről elvégezhető siófoki szabadrúgás. Egyik jobb pozícióból, mint a másikból. Most áthatják a budafokiak, hogy nincs itt Magasföldi József. De hát vannak még jó rúgók helyettük is. Ott van Tajti, ott van megint Lorenc. Ott van Szakály Dénes. Nem adott még engedélyt a játékvezető, 16 méter és 14 centire van körülbelül a kaputól ez a labda. Szakály Dénes. A labda mögött. Aztán hagyja Tajtinak. Valószínűleg Tajtinak hagyja, így van. Tajti fölé. Ezt nagyon elrúgta Tajti. Esélye nem volt a felső sarok felé menni ennek a labdának. Hát két nagyon jó pozícióban elvégzett szabadrúgás lehetősége volt a siófoknak. A budafoknak még nem volt ilyen. Meg kell mondom, eléggé vérszegény támadó játékot mutat eddig a budafok. Úgyhogy nem igen volt, aki a helyzet, de talán most Kovács Dávid. Jól oda el van Szabó Máté, Szabó, elmegy Szabó, és kifelé lökés. Szabadrugást ítéltek a budafok ellen. Hosszú indításom is Daniel ott van, de rossz helyre fejelte, pont Kis Balázsnak. Szakály Dénes. És a földön fekvés tisztázni tudott még olábáim, de még mindig a labda a siófokiaknál. Egy ívelés most, fejlési lehetőség az nincs, lövés is a sűrűn, egyenlőre. Most egy ívelés. Margitics, szöglet. Talán Margitics hazamellelhette volna esetleg, ha kockáztatott volna, ő azonban nem kockáztatott, és inkább szögletre mentett. A 31. percben siófoki szöglet. Nézzük, lesz ebből valami. Nem lesz fel. Pószer könnyedén felnyúl, és egészen könnyedén tisztáz. Az indítása így jó Kovács Dávidnak. Ahogy ezt kimondtam, már is megszerezték a labdát a siófokiak. Nem lehet mondani, hogy tartós fölényben játszana a budafok, a legnagyobb jó indulattal sem. Szépen indult el Bence már. Körbe adogatják a udafoki falat a siófokiak, de ők se jutottak előbbre, sőt, egy rossz labda kezelés után jöhet a budafok. Ha
Itt viszont most már nem rossz labdakezelés, hanem szabadrugás a Budafoknak. Vasicskú. Na nézzük Vasicskú Gergőt. Romić. Olá. Olá megindul. Szépen lepörgetett labda volt. Ez most Horváth Pétertől megindulhat a Siófon. Tajti. Semmi nem történt, mondja a játékvezető. Másodszor és Romić kirúgja a labdát nagyon sportszerűen. Kétszer is szabályosan határozottan szerelt a siófoki támadást budafoki védelem, de Romić azért kirúgta a labdát, hiszen ápolni lehet esetleg a rossz eső siófoki játékost. Nem kell, Romić megoldása azonban sportszerű volt. Bence. És volt szülően visszaadta, és már is indulhat Olá Bálint. Kulcsár. Hát Kulcsár. Kulcsár szinte állandóan a földön van, komolyan mondom, néha fel kell, de csak azért, hogy újra a földre kerüljön. Ott nem heverészik ennyit dívány előtt egy jó meccset nézve, mint itt ezen a mérkőzésen. Romić, és Polcsárnak rövid! Polcsárnak egy higgadcsát kellett csinálnia. Romić kicsit elkönnyelműsködte. Kovácsáról elfejelik. És jön a siófoki védő Bora, aki tisztázott. Aztán Bence már. Most megint inkább siófoki mezőnyfölény. Hosszú ívelésekkel kísérleteznek, de ezek az ívelések egyre nem hoznak eredményt, ez ismét kirúgás. Veszélytelen szögletek és veszélytelen szabadrúgások jelezték a siófok mezőny felényét. Néha szemre tetszetősen focizik a Siófok, a 16-os előtt fogja a tudomány. Horváth Attila. A kapitány. Ez nem volt jó. A másik Horváth, Horváth Roland. De nem kapott jó labdát Kulcsártól. Pontosan Kulcsár nem kapott tőle jó labdát. Aztán Kulcsár odalép, bedobás, és jól fog. Gyomlán keresztül nem lehet átpasszírozni a labdát. Horváth megkerülné a védőket. Hátra a kapusnak Horváth zavar. Bora. Tajti. A labda biztosan hozzá ki a siófokiak a játékszert. Ez mindenképpen előnyükre válik, ez les volt, de labda biztosan nagyon magabiztosan játsszák át a középpályát. Kevéssé zavarják őket a budafokiak. Pócsai. Pócsai. Horváth fejére, tovább csúsztatja, de
a saját helyére. Ott csak Kis Balázs. Lorenz. Szabadulás ismét a sírfoknál. Lorenz, tehát nem sietik el, az biztos. Megint a hosszú évelés, tehát Romics fel biztosan ott van. Ez egy jó szerelés volt, és pedig ilyen csoltész. Ez nem sikerülhetett, Horváth Roland. Nem érhett el, és most megint az ívelés. Lapos Andrát tesz Vasicskunak, hoppá, könnyű megszerezni. Rátartottak ám Vasicsku lábára, hogy azonban tovább megy. Akár csak Margit is, és Kovács Dávid. Kovács Dávid egy csel. Jól jött el, majd jól pörgeti előre, Horváth Rolandot kibillentik egyensúlyából. És saját magukat futtatják meg a siófokiak. Horváth Attilát tök a kapusnak teszi, akinek szabadulnia kell, és bizony nehéz helyzetre hozzák egymást a siófokiak olyannyira, hogy budafoki szöglet következik. A letámadás meghozta az eredményt, ezt kell csinálni. Ez már a 40. perc. És BMT a szöglet. Ott a fejes, igen, ott a fejes, de szerintem siófoki fejről ment ki a labda, de még elérik a siófoknak. Így van, hosszan így jelik előre, hát ez a kis embernek nem jó, kírjáknak tökéletes. Ennél jobb megoldást is láttunk már, Pósel ide kivágja a Margiticsnek. Margitics egy kötényel próbálkozik, ez sikerül, a második csel is jó, Romics, újra Pósel. Horváth. Hát Horváth Roland nem sok megjátszható labdát is kap, de nem is sokat játszik meg, amit megkap, azok közül sem. Ez egy felesleges fejes volt, kipattant Bence Márk fejéről. 5 perc van még az első játék részből, és továbbra is 0-0. Jön Kovács Dávid. Horváth Roland elérte még, de megjátszani nehéz lesz Bora. Bora kap egyet hátulról, siófoki szabadrugás. Bora elvégezheti a szabadrugást, ebben elmegy egy perc legalább, még nem több is. Több játékos is elérheti, Vasicsku csak nem jó helyre rúgta. Soltész viszont szépen szerelt, Tajti, szabadrugás. Nézzük, Bence tette tovább, és aztán Réti. Egy lövés, Pózser véd. Bence Márk lövését. Siófoki lövés a 42. percben. A
Szabadról és Budafoki részről. Tajti Tamás sárgalapja után a szabadrugás jöhet. Vasicsku. 3 perc még. Vasicsku. Margitics. Vasicsku. Csoltész. Romics. Polá. Szabó. Tovább engedi a játékvezető. Megint szépen hozták ki a sérfogkők eddig. Kulcsár. Ül a Kulcsár. Ez nem jó. És Vasicskunak kell futnia, biztosítania, de megszerezte. Margitics, majd Csoltész. Olá Bálint. Lehetőség, és ott a csúsztatás, Budafoki szöglet a 44. percben. Talán az utolsó lehetőség, nézzük. Kulcsár készül, de ötben óriási forgalom van, tehát Kulcsárnak várnia kell. Ez jó lövésre, ott a lövés lecsapok. Budafoki dobás. Kulcsár. Szépen tettem a velé. És ebben a percben a játékvezető véget vett a küzdelemnek. Kevés helyzet, kevés izgalom, hideg, nagyjából mezőnyjáték. Az eredmény 0-0, ennél csak jobb jön a második félidőben.